Sziasztok! Nagy Bálint jezsuita vagyok, ez pedig itt a Montserrat jezsuita vlog párbeszéd adása. A közösség, aki ezen a héten a kérdéseit elküldte nekünk, a Miskolci Jezsuita Gimnázium öreg diákjai, a jezsu alumni. Ezután is köszönöm a kérdéseket, és beszélgető társam pedig Janka Gyuri. Gyuri, Isten hozott. Hello. Gyuri, öreg diákunk, aki most frissen diplomázott egyetemista, és szoros munkatársam ebben a jezsuita vlogban. Gyuri, mondd azt magadról pár szót, hogy a most bekapcsolódó nézők is tudjanak rólad. Persze, szívesen. Hát én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Janka György vagyok, és inkább arról mesélnék, hogy hogyan kapcsolódom így hozzátok, meg így a jezsuitákhoz, mert talán az itt most az érdekesebb. Hát itt a magyar jezsuita rendtartomány betölthető pozíciói közül azt hiszem már minden voltam a szerzetességet kivéve. Voltam Miskolcon gimnazista, meg Írországban is egy rövid ideig. Aztán itt az egyetemi szakkollégiumotokban is eltöltöttem egy 6 évet. És dolgoztam is már gimnáziumban, kollégiumi nevelőtanárként Bonnban, Németországban, a Gonzaga Szent Alajosról elnevezett gimnáziumban. Most pedig itt a kommunikációs irodában dolgozom veletek, és csináljuk ezt a Montserrat vlogot. És hát most azért alapvetően öregdiák minőségemben, miskolci öregdiák minőségemben vagyok itt, és ugye az előző 2 adásban érintettünk egy témát, a hitünknek a hétköznapi megélését, a hétköznapi kereszténységünket, és hoztam pár nagyon szerintem mély és jó kérdést, ami így az eddigi adások alapján fölmerült bennünk. Úgyhogy ezeket szeretném most így feltenni neked alapvetően. Érkezett egy ilyen kérdés, hogy hogyan tudom felnyitni a szemem, hogy a hétköznapi dolgokban is megtaláljam az Isten szerető jelenlétét. Mit gondolsz? Azt, hogy meg lehet találni. Hogy lehetséges. Tehát talán az első, amit mondanék, az az, hogy erre van lehetőség, vagy meg lehet találni az ő jelenlétét a hétköznapokban. És hogyha ez lehetséges, akkor nem tudom, hogy bennetek, vagy benned mozdul-e az, hogy vágyunk erre. Szóval azáltal, hogy kifejezzük azt, hogy ezt szeretnénk látni, nyílik egy ajtó belül, hogy felismerjük. Piciként imádkoztunk így, nálunk a mi családunkban úgy, ez volt esténként, hogy megnyitottunk egy gyertyát, ott egy kis házi oltár ott a ágyaink mellett között, és megnyitottunk egy gyertyát, és körbe mentünk, hogy ki miért ad hálát aznap. És később döbbentem rá, hogy ez egy nagyon egyszerű imádságnak tűnik, de nagyon-nagyon mély imádság. Keresni azt, ahol érintettek voltunk a nap folyamán, és amiért szívből hálát tudunk adni. Van egy imaforma, amit Szent Ignác javasol, hogy tekintsünk rá az elmúlt fél napra, az elmúlt napra, és figyeljük, hogy volt-e közöttünk, érzékeltük a Jóisten jelenlétét valahol. Examennek nevezi ez, szerető figyelem imájának. Vizsgálni, keresni azt, hogy hol voltunk érintve az Isten szeretete jelenléte által. És hogyha szeretnénk keresni, ezt tudnám így első körre mondani, hogy lehetséges, fejezzük ki ezt a vágyunkat, és keressük ezt a találkozási pontot, ami a hála egy ajtó lehet ehhez a találkozáshoz. Nem tudom, nálunk azért ott Miskolcon, úgymond ezt így egészen könnyű volt. Tehát napirend, meg heti szinten be volt illesztve, minden nap délben egzámen. Megszólalt a csengő, igen. Kolimisék, minden évben 2 iskolai lelki nap. Azért ugye, hogy kikerülünk így a gimnáziumból, és így elkezdődik így az egyetemista lét, meg utána később a munkavilág, akkor azért... Tehát ez a vágy, amiről most beszéltél, szerintem ez hál' Istennek azért nagyon mindenkiben megvan. Igen. Viszont a következő kérdésünk az pont ehhez kapcsolódik, hogy mi van akkor, amikor ezt már nagyon-nagyon nehéz beilleszteni. Tehát, hogy a napi teendők és stressz közepette, hogy tudok teljesen őszintén és nyugodtan odafordulni az Isten felé? Mi az, ami segít? A múltkori adásban Belőics Gábor atyával beszélgettünk, és... hogy az ő tanúságtétele valahogy itt rezonál most, ahogy megkérdezed ezt a kérdést, hogy lehetséges megállni. Hogy ezek az átmeneti idők, aki még nem látta, nyugodtan nézze vissza az előző adást, de hogy
mint hogyha a valós tapasztalat a sűrűsége a napunknak, hogy nem mindig tudunk leülni, imádkozni, pedig szeretnénk, hogy nem mindig jutunk oda, mert sok van rajtunk. De az viszont lehet, kérdőjel, az szerinted lehetséges-e, hogy az események között időt adni, hogy közel engedni magunkhoz az, ami történt? És hogyha ez lehetséges, vagy ez a gyakorlat ezekben a hetekben az, hogy 5 percre álljunk meg naponta, valószínűleg lehetséges ez. Nem mindig könnyű megállni 5 percre, de a lehetőségi feltétele valószínűleg ott van, hogy egyetemre menet, vagy munkahelyre menet, egy templomba betérsz. Amit így érzékelek, ez nagyon mély szerzetesi hagyományból jövő gondolat most, de az esték fontosak. Hogy hogyan fekszünk le, hogy hogyan fekszel le, az azért, az fontos, hogy hogy kezdődik a másnap. Hogy akciófilmet nézel meg este, vagy hogyha pörgeted az eseményeket, vagy munkából zuhanunk ágyba, vagy fáradtam, az agyam teljesen fáradt, de még a Facebookot pörgettem, mert nem tudok lenyugodni, mert annyira intenzív volt a napom, hogy nem tudok leállni. De már úgymond tényleg ilyen nulla, tehát nem tudok odafigyelni, csak valahogy ventilálom azt, ami történik, vagy próbálom legalábbis, és aztán ágyba zuhanok. Van ilyen, csak ez egy más este, mint akkor, amikor le tudom zárni, lehetséges lezárni ezt a pörgést egy bizonyos időben, és utána adni egy lélegzetnyi teret a lefekvés előtt, és előkészíteni a másnapot belül. És mint próba, vagy mint gyakorlat, megéri kipróbálni. Szentinád szerint, hogyha szeretnél jól imádkozni reggel, akkor kezd el este. Ha szeretnéd másnap nyugodtan ebbe az 5 percbe megtalálni az Istent, akkor kezd el este. Tervezd meg, hol lesz az 5 perc másnap. Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy ez egy kicsit ilyen időmenedzsment kérdés. Meg a vágynak egy konkretizálása, igen. De ez nem pusztán, hogy nem tudjuk kontrollálni. A Jálics Ferenc atyától tanultuk azt, hogy ami a reggeli előtt megvan, az megvan. Ha szeretnél valamit másnap, ami fontos számára, az tedd a reggeli elé. És hogyha reggeli előtt ezt meg tudod tenni, akár edzés, akár imaidő, akár egy olvasmány, ha reggeli előtt tudsz rá időt szenni, akkor az biztos megvan. Reggeli után elindul a nap, és néha nem tudjuk kontrollálni, mi történik, mert jön egy telefon, jön egy új helyzet, egy váratlan dolog, és nem, amit beterveztünk, az fölülíródik. És még egyszer teljesen tisztában vagyok vele, hogy nem mindenki ilyen, hogy hívják, ez pacsírta. Aha. Hogy a reggelek nem mindenkinek jók, de az esték akkor lehet, hogy jók. És akkor az estébe tegyétek, vagy tedd be azt az időt, amikor te friss vagy, amikor te tudsz imádkozni, vagy tudsz 5 percet szánni rá. Aha. De azt gondolom, hogy megtalálod, ha fontos, vagy ha beszélünk róla, és keressük ennek az idejét, a vágyunknak a kifejeződését, akkor arra lehet este, vagy reggel időt szerint, vagy napközben. Csak ezek még egyszer a életünknek a forgása miatt, ezek nem olyan egyszerűek. Érkezett egy olyan kérdés, ami szerintem egy érdekes szempont, hogy azért, hogyha sikerül is ez, lehetséges az, hogy megjelenik bennünk egy bizonyos félelem. Azzal kapcsolatban, amikor, hogy merünk egy tényleg ráhagyatkozni az Istenre, uh-huh. Nagyon valós a kérdés, a hitünknek egy alapkérdése egyébként. Mennyire bízhatunk az Istenben? Mennyire hagyatkozhatok rá, vagy bízhatom rá önmagam? És amint elkezdek bízni, jön egy mozdulat, jön egy belső mozgás, hogy ne bíz. Hogyha tényleg bízol benne, valami rossz lesz. A Teremtés könyvétől kezdve ez zajlik. Mi az emberek vagyunk, ez zajlik, a Teremtéskönyv gyönyörűen leírja ennek az érzését, hogy a legelső kísértésünk az az, hogy ne bízzunk benne. Ott van egy nyavajás fa a kert közepén, a Teremtés kertjének a közepén, és mindnyájunk kertjében van egy ilyen fa. És amiről beszélgetünk, az két alapvető mozgása az, ami egy imádkozó embernek, vagy a hitét hétköznapjában élni akaró embernek a témája, az egyik az ez. Elkezdünk a fánk körül élni. És az a fa kifejezi azt, ami nem lehet a tiéd. Nem olyan, mint kéne. Nem arra az egyetemre járok, nem úgy nézek ki, nem akkora az intelligencia, hányadosom, stb. Bármi. Történt velem egy olyan dolog az életemben, családomban, ami nem jó, nem így kéne. És addig, ameddig
nem oldódik meg, nem tudok szabadulni a fámtól. Tehát elkezdek a fám körül élni, és nem látom a fától az erdőt, nem veszem észre, mi van. És a félelem oda kapcsolódik, hogy kérdés ez, mi történt volna, ha Ádám és Éva imádkoznak? Odafordulnának a teremtő felé, és megkérdezik tőle, hogy figyelj, tényleg azért tetted ide ezt a fát, mert féltékeny vagy ránk? Nem ez történik, hanem elkezdenek párbeszédbe kerülni a kígyóval a fáról. És nagyon gyakran ez van, hogy félünk az Istentől, mert ő nehezet fog kérni, mert nem bízhatom rá magam, mint hogyha ő el akarna venni valamit, vagy valami rosszat okozna. Vagy... De közben nem vele beszéltünk erről, hanem oda rándulunk, oda mozdít bennünket valami. De ami segít nekünk, az, hogy ezt kimondta de már az Istennek, hogy félek. És ezt csak akkor tudjuk megtenni, Gyuri, hogyha ha oda tudunk találni az Isten jelenlétéhez. Nagyon nehéz úgy imádkozni, hogy jaj, nem szabad félni. Jaj, nem akarok, bízni akarok, én bízom, de közben egyébként nem. De megpróbálok bízni, de nem megy. Sokkal valósabb az az imádság, mint hogy a vámos imádkozik, vagy ahogyan az Úr tanít bennünket, hogy merni találkozni azzal, ami van, aki vagyok. Félek. Félek attól, hogy mi fog velem történni, ha rád bízom magam. De ezt neki elmondani. És az a tapasztalatunk imádkozó emberként, amikor sikerült, tehát oda találunk az Isten jelenlétéhez, és kimondjuk neki, hogy nehéz, kimondjuk neki, hogy félünk, ő válaszol. És a Szentírás tele lesz ezzel a válaszsal, hogy ne félj, itt vagyok, veled vagyok, ne félj, ne félj. Mert az örömhír az az, hogy nem csak mi imádkozunk. Nekem ez óriási felszabadulás egyébként, hogy megélni ezt, hogy nem csak te keresed, Gyuri, az Istent. Nem csak te akarsz jól imádkozni, hanem ő keres téged. Ez Szent Ágoston egyébként. Az Isten az, aki először keres téged. És mi van akkor, hogyha az Isten, aki keres téged, kopogtat, mondjuk az imaidőn kívül? Ez a nagy kulcs, igen, mert szerint, vagy nem tudom, én, nekem, hát úgymond, amikor gimnazisták voltunk, és tényleg úgy, tehát szerencsések voltunk, mert tényleg így rendesen megvoltak ezek az idők, amikor imádkozhatunk, de számomra például most a hétköznapokban egyre nagyobb jelentősége van azoknak a tevékenységeknek, amik nem ima idők, de mégis úgy érzem, hogy segítenek nálam. Például a zene az teljesen egy ilyen dolog. Hogy van is azt hiszem egy ilyen mondás, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Hát én ezt átkonvertálom néha, hogy aki zenél, az kétszeresen imádkozik. Mi történik ott, amikor zenélsz? Hát akkor, tehát akkor megszületik egy ilyen harmónia belül, és lehet, hogy az éppen nem egy ilyen direkt imádság, vagy szavak, de egy olyan fajta jelenlét, vagy figyelem, ami viszont tényleg egy híd lehet. Uh-huh. Isten ott van, amikor zenélsz? Vagy valamikor érzékeled őt ott? Biztos. Aha. Tehát szerintem önmaga az, hogy azért ez egy talentum, hogy nem mindenki ért hozzá, vagy nem mindenki ugyanúgy ért hozzá. Én tökre úgy érzem, hogy kaptam ezt az adottságot, és önmaga, hogy ezt így megélem, szerintem ez már önmaga az ennek az elismerése, meg ez egy kapcsolat. Uh-huh. És az lenne az izgalmas, hogyha abszolút, és hogy amikor ez sikerül, hogy ki tudod mondani, vagy este, amikor visszatekintesz a napra, és zenéltél aznap, és érzed ezt a harmóniát, érzed az ő jelenlétét, innen folytatod. Nagyon érdekes az, hogy mintha gyakran úgy imádkoznánk, hogy a este nulláról indulunk, vagy elmegyünk misére, és mintha nulláról indulnak közben, mondjuk egy órával ezelőtt találkoztunk a zenélés közben. És mi történik akkor, hogyha az imádságot folytatjuk? Beszélgetünk most, és akkor elmondanám neked, hogy figyú, fáj a fogam. És akkor befejezzük a beszélgetést, találkozunk holnap. Mi lenne az első kérdésed? Elmúlt már a fog. Hát igen, látod? Tehát rögtön visszakapcsolsz, nem az, hogy ja, semmiből indulunk. És az imádság nem, mint hogy ez lenne. Uh-huh. Hogy érintett az Úr a zenélés alatt, vagy találkoztatok, de a misénél, mint hogyha Atya, Fiú, Szentlélek nevében áll, és hogy a nulláról kéne indulni. Érdekes, és közben pedig vissza lehet térni, tehát lehet úgy elmenni Szent Misér, hogy folytatod, kapcsolódsz az Istenhez, akivel találkoztál a formális imaidődön kívül is. A mi hagyományunkban, amit Szent Ignác úgy fogalmaz, hogy tevékenységben szemlélődni, vagy hogy Szent Pál fogalmaz, hogy szüntelenül imádkozzatok. Mindig imádkozni. Hogy ez hogy lehetséges? És hogy az irány az ez, hogy nem csak te imádkozol, ő imádkozik, ő veled van, ő keres téged, ő keres bennünket.
és hogy rá lehet hangulódni erre. Viszont az is tapasztalt, hogy ezek az idők, amik ezek a gyakorlatok, vagy ima gyakorlatok, vagy ima idők, amelyek kicsit formálisak egyébként, ezek segítenek oda találni. Lesznek időszakok, amikor ebben kevesebb van, vagy néha hosszabb, vagy egy lelki gyakorlaton hosszabban tudunk így elidőzni, de a kapcsolat lesz az irány, kapcsolat lesz a lényeg. De ha jól működik egy kapcsolat, akkor ott állandóan jó. És a formák akkor fontosak, amikor nem érzékeljük őt, vagy amikor nem tudjuk, mit csináljunk. És akkor a formák segítenek. Ugye itt beszéltünk arról, hogy kötött vagy szabad, mikor mi segít, hogy azért hál' Istennek így sokunknak van egy ilyen eszköztára. Tehát tudunk hova nyúlni, tudjuk, hogy hogyan lehet megszólítani az Istent, vagy hogyan, hol fedezhetjük fel őt. És mi van akkor, amikor ez egy kicsit nehéz, és érezzük, hogy ez most nem megy egyről a kettőre. Kaptunk egy ilyen kérdést, hogy mikor, hogyan tudom, hogy mikor kell csak engedni, és mikor erőfeszítéseket tenni, akár ebben a kontextusban, vagy akár általánosságban, mit gondolsz erről? Tegyünk meg minden erőfeszítést, hogy odataláljunk az ő jelenlétéhez. És amint odataláltunk, engedjünk el mindent. Ezt gondolom erről. Kell erőfeszítés a részünkről. Ha valakit szeretsz, akkor veszel neki virágot. Keresed a jelenlétét. De amint ott vagy, Léci, ne a vásárláson gondolkozzál már, hanem legyél ott vele egészen, engedd el. Amíg készülődsz a vendégek fogadására, akkor Léci, takaríts már ki, ha tudsz vagy. De ha hamarabb kapog a vendég, akkor engedd már el, és legyél vele. Tegyünk meg mindent, hogy oda találjunk a jelenlétéhez, őrizzük az olajat, vagy várjuk a vendéget, de amint megjön, amint oda találtunk, tegyünk már félre mindent, és csak dőljünk hátra, legyünk vele. Ezt gondolom erről. Ugye sokat beszélgettünk már arról, hogy mennyire nehéz azért így felnőtt fejjel már időt találni, így az elcsendesedésre, uh-huh. meg így az imádságra, jelenlétre. Hogy nekem is személy szerint úgy éreztem itt a heti gyakorlatoknak a gondolata kapcsán, hogy 5 perc az semmi, tehát néha 10, 20, 30 vagy akár egy óra is kevés lenne ahhoz, hogy tényleg igazán lecsendesedjek és halljam a lényeget. Igen. Hogy szerinted mi segítene ebben a lecsendesedésben, vagy hogyha csak 5 perc áll a rendelkezésemre, akkor így, ez így hogy megy, vagy annak van értelme, vagy mit gondolsz erről? Mielőtt válaszolnék, Gyuri, kérdeztetek valamit? Persze. Hogyha a barátnőddel csak 5 percetek van, tehát nincs 20 percetek, vagy egy órátok, vagy másfél, vagy egy estétek, hanem csak 5 percet tudtok most találkozni, mert sok a munka, vagy sietni kell, szerinted, vagy az érzésed szerint léte tud jönni egy találkozás köztetek? Vagy... Hát biztosan keresném, persze. Uh-huh. Persze. Nem lehet valami hasonló az Istennel? Hogy nem mindig van, tényleg nem mindig van sok idő. És tényleg fáradtak vagyunk, vagy tényleg sok van rajtunk, vagy tényleg stressz van. De az 5 perc, amit oda ajándékozol, vagy oda ajándékozhatok neki, ott a remény az hátra létrejön egy találkozás köztünk. Vagy kifejezés annak, hogy itt vagyok. És nem tudom, ilyenkor, mint hogyha az segítene, hogy nem beszélünk. Mi történik, hogyha csak 5 percre ugye tekintetél, a szemébe nézel? Nézitek egymást. A görög katolikusoknál, Gyuri, van ez a szép hagyomány az ikon szemlélésének, hogy te nézed őt, ő néz téged. Nincs sok szó, de itt vagyok. Tele vagyok, 1000 gondolatom van, sietek, de 5 percre itt vagyok a tekintetedben. Sokszor szerintem az a nehéz, hogy ilyen, úgymond ilyen heuréka élményre várunk, vagy egy ilyen nagy katarzisra, és hogy ez nagyon nehéz. De reméljük lesz majd. Vagy hogy nehéz ebből kilépni, ebből az elvárásból, hogy én akkor válaszokat hallani akarom azt a szót most, Uram, vagy mondd meg. És akkor, tehát, hogy ebből nehéz kilépni néha, és tényleg azt megelégedni, úgymond ezzel az 5 perccel, vagy a szemléléssel. Mi van akkor, hogy az Isten nem szavakat mond, hanem átölel? És mi szavakat várunk. De én azt a szót akarom hallani, hogy szeretlek. Uh-huh. Ha az imához úgy tudunk viszonyulni, mint egy valós kapcsolathoz, mert ez az, és nem úgy, mint egy formához, amihez ragaszkodnunk kell. Mire egy óra elég?
Nagyon furcsa lenne az, egyébként nagyon gyakran imádkozunk így, hogy tudod, felhúzva az órát. Fél órát szállnak most az imára, tudod, és akkor... Na, mehetünk. És akkor tidik. Hogy dicsőség az atyának, a fiúnak, és ennek is megyek tovább a következő dolgomra. De hogyha ezt egy ilyen beszélgetés, hogy a miénk is, hogy beállítanánk ide egy órát, és csipogna. És akkor tidik, felállok és megyek ki. Mit éreznél? Van egy ilyen furcsaság, érted, hogy ki az, aki befejezi az imádságot? Hát ennyi, vége az imaidőnek, vége, megyek tovább. De néha olyan jön visszakérdezni, hogy neked is elég? És néha elég, néha 5 perc elég. És néha meg egy 8 napos lelki gyakorlat is kevés. És ezért az érzés az, hogyha van egy elégedetlenség érzés 5 perccel, hála Istennek. Gyertek le egy 8 napos lelki gyakorlatra, érted? Tehát ha vágyunk többre vagy, de akkor van lehetőség többre. De amink van, azzal tudunk imádkozni. És ha stressz van, ha fáradtak vagyunk, ha nehéz, akkor ezzel fogsz imádkozni most. És ezt tudjuk odaadni ezekbe az 5 percbe az Istennek, remélve azt, hogy ráhangolódunk aztán, hogy ő közeledik hozzánk. És néha meg megéri 10 percet ott maradni. Vagy néha meg, ha visszakérdezed, akkor lehet, hogy megéri egy órát ott maradni. Mert hogy ott zajlik köztetek valami, amire szükséges az idő, vagy a több idő. Ez most nagyon jól kapcsolódik igazából az utolsó kérdésünkhöz is, hogy azzal klimátkozunk, ami van, és hogyha épp nehézség van, akkor mi van? Hogyha nehéz... Tehát az utolsó kérdésünk így hangzik, hogy nem feltétlenül nehéz, de hogy amikor Isten egészen távolinak tűnik, akkor hogyan tudok úgy tekinteni rá, mint egy közeli barátra? Hogyan tudom csökkenteni ezt a távolságot? Ha az Isten távolinak tűnik, akkor nem tudok úgy tekinteni rá, mint közeli barátra, pont. Akkor távol van, úgy érzem. És akarhatom, hogy ne legyen távol, vagy vágyok rá, de az érzésem az, hogy most távol van. És mit tehetek ilyenkor? Keressük, hogy hol volt közel. Egyébként 2 dolgot tehetünk. 2 dolgot jó lenne, hogyha figyelnénk. Az egyik az, hogy ennek a távolságnak, amit most érzékelek, ki az oka? Én vagy nem tudom. Mert ha én vagyok, mondok pár okot, nem alszom eleget, hullafáradt vagyok, nem tudok kapcsolni saját érzéseimhez, se fölrobbanok, olyan érzékeny vagyok, és nem tudok imádkozni, és mindenkit távol érzek magam, nem csak az Istent, mindenkit távol érzek magamtól, vagy össze vagyok szorítva olyan érzésem van, és így menekülök mindenki elől. Berúgok, minden este totál részeg vagyok, és nem tudok másnap imádkozni, és távol érzem magam az Istentől. Vagy mit tudom, bűnös életet élek, és távol érzékelem magam az Istentől. Ha észreveszem, hogy én vagyok az oka annak, hogy távol vagyok, ott akkor dolgom van. Vagy nem imádkozom soha, távol érzem magam az Istentől. Miért érzem távol magam? Hát akkor gyertek imádkozni. Tehát ha érzékelem azt, hogy nekem dolgom van, ott a teendők vannak. Rendezzük az életünket. Próbáljunk meg imádkozni. Ne idd le magad. Feküdj le időben, stb. Hogy mit jelentenek ezek, ez nagyon személy, nagyon különböző lehet, de ha én vagyok az oka a távolságnak, ott feladatom van. De vannak helyzetek, ami nehezebb, mert minden rendben van. Érted? Csak nagy a nyomás, vagy nem tudok oda találni, de egyébként minden rendben van. Tehát azt élem át, hogy mindent megteszek, ami rajtam múlik, és mégis távolságot érzékelek, és nem találok oda. És vannak ilyen idők, ezek nehezek. És akkor ezeket hogyan érdemes átvészelni, vagy... Tehát, mert úgy nyilván, tehát észszerű magyarázatot nyer az ember, mit tudom, én elveszítettem egy szerettemet, vagy elvesztettem az állásomat, vagy összevesztem valakivel, és rossz. De amikor tényleg minden úgymond happy, ezt hogy kell átvészelni? Hú, az első példák is valósak, tehát ott is van egy ilyen, nem mindig vagyunk távol az Istentől nehéz helyzetekben egyébként. De ha a távolság... Bevezetek most egy nagyon jezsuita fogalmat, ez a vigasz és a vigasztalanságnak a tapasztalatának a fogalma. A vigasz fogalma, a vigasz tapasztalata az, amikor az Isten közelségében érzékelem magam, vagy amit átélekből oda visz. Vagy felüle jön, vagy oda visz ehhez az ő közelségéhez. És a vigasztalanság tapasztalatok pedig valahogy az ő jelenlétét nem érzékelem, és nem jó mindenkit, tehát nem az Isten is, de Isten is távol érzékelem magamtól, de így nem jó, sötét.
agresszív leszek, érted? Ütni tudnék, nem bírom, szétrobbanok. És hogy ezek a tapasztalatok nehezek. És a vigasztalanság idején, amit tehetünk, még egyszer, mi az oka a vigasztalanságnak, ezt jó lenne látnunk. Mert ha mi magunk vagyunk ott, akkor tudjuk, mit kell tenni. És amikor nem mi vagyunk az okai a vigasztalanságunknak, akkor pedig két dolgot tehetünk, az egyik, hogy visszanézünk arra, hogy hol volt vigasz. Mert a vigasztalanság az a nehéz, hogy mintha örökké tartana. Érted? Az a nagyon nehéz ebben a távolság érzésében, hogy mintha nem tudnék ebből kijönni. És közben arra jó emlékezni, hogy mikor kezdődött a vigasztalanságom, mikor kezdődött a távolságvétel, és mi volt előtte. Az segítség. Ignác arra kéri, hogy akkor ilyenkor emlékezzünk, mi történt vigasz idején. És merítsünk erőt akkor, amikor az Isten közel volt. Ezért a hálat nagyon fontos lenne. Vagy ezért, amikről beszélgetünk, hogy visszatalálni az Isten jelenlétéhez. Volt-e valaha közel? Mi történik ott, amikor közel volt? És amikor nem tudok lelkileg visszamenni, mert annyira nehéz most, ilyenkor pedig lehetne talán hívni őt. Kérlek, gyere, segíts! És ezzel az imánkkal, vagy ezzel a sóhajunkkal, ahogy lehet, hogy még egyszer ezek ilyen belső sóhajok, hogy segíts, kérlek, jöjj. Hívni az Isten jelenlétét, hívni a lelket. Ezt meg tudjuk tenni, talán meg tudjuk tenni vigasztalanság idején is. És Ignác még irgalmasabb ennél, mert azt mondja, hogy mi van, akkor nem tudjuk megtenni. Én azt mondja, hogy figyeld, azt mondja, hogy vágysz-e arra, hogy hívd. Nem tudom hívni. Annyira nehéz, hogy nem tudok imádkozni. De vágyok-e arra, hogy imádkozzak? És azt mondja, hogy ha vágysz rá, az nyit egy ajtót, és figyelj, mi van, akkor nem is vágyom rá. Ignác azt mondja a rendalkotmányban, vágysz-e arra, hogy vágy. Ez egyre mélyebb és mélyebb szinten. És ez a gyönyörű. Ha nem is vágyom rá most, de vágyok arra, hogy vágyjak rá. Az első lépés megnyílik. Nem csak neked van egy utad az Istenhez. Ha tehetetlen vagy, ha nehéz, oké. Neki is van egy útja feléd. És hogyha erre rá lehetne érzékelni gyakorlatainkon keresztül ezek által a Montserrat vlog beszélgetéseink által, ahol egyre érzékenyebbé válhatunk arra, hogy hogyan, mit tegyünk mi, de arra még inkább, hogy hogyan vegyük észre azt, hogy ő közeledik, ő jön. Ezek a gyakorlatok ebben, remélem, hogy ebben, még a beszélgetések is remélem, ebben segítenek, mert ott van valami, ami, hát valami nagyon nagy erő. Sokkal nagyobb, mint amit saját cselekvés, vagy jól tudok imádkozni, vagy fú, most akkor megy. Egyedül tud történni. Vele más. Köszi Bálint. A kérdéseinknek a végére értünk igazából, úgyhogy ennyi lett volna ez a mai alkalom. Köszi. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és hogyha bennetek is felmerültek még esetleg kérdések, akkor nyugodtan írjátok meg hozzászólás formájában. A jövő héten egy új témával fogunk érkezni, tartsatok akkor is velünk. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra és lájkoljátok a Facebook oldalunkat. A jövő héten találkozunk.